Dakatakaom. Én, Dr. Bardó, birodalmi fővarázsló, üdvözöllek, arc nélküli, magányos tömeg. Barátaim Krónosznak szólítanak, ellenségeim Sívát, a világok teremtőjét és elpusztítóját rettegik bennem. Hatalmam korlátlan, birodalmam végtelen, nyugalmam örök. Az élő idő mágikus centrumából, a fehér lyukból jöttem hozzád, hogy kiszabadítsalak nyomorúságodból, süketném a vak alvajáró. Boldogtalan kísértetek és éhes démonok uralma alatt senyvedsz. Kifosztottak, megaláztak, elvették tőled a választás és szólás szabadságát. Demokráciát hazudnak neked, miközben diktatúrát építenek. Szebb jövővel kecsegtetnek, miközben sötét, ragadós, bűzös múltakat terítenek rá. Jó létet jósolnak neked, de csak ők és pereputtyuk gazdagodik. Szabadságot ígértek, de rabszolgává tesznek. Röghöz kötnek, eladósítanak, korlátozzák lehetőségeidet. Elkobozzák színházaidat, elfoglalják közmédiádat, bezárják klubjaidat, betiltják művészetedet, és kirekeszteni, elhallgattatni igyekeznek mindazokat, akik kiállni mernek érdekeid védelmében. A nyakadba ültették az alaptörvény asztalába foglalt kaszás lambériást. A szeretet istenéről papolnak neked, miközben egymásra uszítanak, gyűlöletre köteleznek benneteket. A tömeg sír békét erőltetik rád. Láttad arcomat, hallottad hangomat, érezted hatalmamat. Tudom a kúrát. Ha te is akarod, együtt megtörhetjük a sötétség uralmát. Mostantól fogva heti rendszerességgel fogok jelentkezni ezen a friss, még ártatlan felületen, hogy megerősítselek, tanítsalak és instruáljalak. Döntened kell. Mit akarsz? Békét vagy változást? 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 Dr. Bardó szólott hozzá.